Szótér Egyesület is jelen van az idei esküvőkiállításon. Milyen feladatokat vállalt ebben az évben? Hát a Szótér Egyesület végül is nem házasságot közvetít, de pénzügyi tanácsadással foglalkozik, abban az értelemben, hogy a Nemzeti Banknál elnyertünk egy pályázatot, aminek a célja, hogy a fiatal korosztályok számára a fogyasztóvédelem ismeretei közül a pénzügyi fogyasztóvédelmet valamilyen módon segítsük továbbadni, elsajátítani, illetve tanácsokat adatni szakemberekkel a fiatalok számára a tekintetben, hogyha megkötik a házasságot, akkor bizony a pénztárca az közös legyen, vagy ne legyen közös, vegyenek fölvitelt, és ha felvesznek hitelt, akkor milyen technikával vegyék, milyen módon, ha pedig megtakarításaik vannak, akkor az hova tegyék, milyen módon kezeljék a pénzüket. Mik a tapasztalatok, hogy a fiatalok mennyire tájékozottak pénzügyekben? Hát ezt éppen vizsgáljuk, mert kérdéses felmérés is végzünk egy témában. Vegyes. Ugye az életkoroknak megfelelően, akik fiatalabbak, azok kevésbé. A 30-35 éves korosztály már aránylag, de azért meglepően sok olyan válasz is érkezett, ami azt mutatja, hogy ráfér a fiatalokra az, hogy tájékozódjanak jobban a kamatokról, akkor a jelzálog problémákról, meg hasonló dolgokról. Szóval ez fontos. Mennyire alkalmas egy ilyen rendezvény arra, hogy komoly pénzügyi beszélgetéseket folytassanak le? Hát meg kéne kérdezni a fogyasztóvédő kollégákat, akik ebben dolgoztak. Hát akinek kérdése van, annak fontos. Az, hogy itt elsétál, mit tudom, anyós jelöltel, és azok gondolkoznak, hogy milyen legyen a mennyasszonyi fátyol, azok lehet, hogy nem mennek be, de legalább azt elértük, itt a Nemzeti Banknak vetítettük a filmjeit is, azt elértük, hogy eszükbe jut az, hogy ez egy kérdéskör, amit át kell gondolni, akár interneten, akár személyes tanácsadás révén. Nem olyan egyszerű dolog, mint hogy az emberek elgondolják akkor, amikor szerelembe esnek egymással. Mennyire volt fontos az esküvőtöknél az, hogy a pénzügyileg stabil legyen ez a rendezvény? Mindenféleképpen azon alapszik a jó esküvő, jó lakszik. És hogyan tudtátok ezt garantálni? Spórolás éveken át. Hitelben nem gondolkoztatok? Nem. Miért? A mai világban nem szerettünk volna hitelben megoldani a lakszit. Önerőből, segítség, család. Mennyire fontos nektek a pénzügyi biztonság így a nagy nap előtt? Hát fontos nagyon azért. Gondolkoztatok már rajta, hogy miből lesz meg a pénz, vagy esetleg már meg is van? Hát megvan, igazából szülői támogatással fogjuk ezt az egészet. Hitelben gondolkoztatok-e? Nem, nem. Ha nem lenne szülői támogatás? Hát akkor valószínű kellene, igen. Akkor mekkora terhet jelent ez a nagy nap? Hát ahogy számolgattuk, elég nagy terhet kell. Gondolkoztatok-e már azon, hogy hogyan teremtitek majd meg ennek az anyagi biztonságos feltételét? Egy jó munkát próbálok szerezni majd, és azzal. És hány évig kell dolgoznod ahhoz, hogy egy házasság, hogy egy esküvőt meg tudj szervezni? Hát én 3 hónapra nem terveztem többet. Hát 3 havi munkabérből azt gondolod, hogy meg lesz szervezni? Igen, úgy tervezem, hogy abból meg. Sporolni kell ezek szerint nagyon? Tudom, én társadalombiztosítással szeretnék majd foglalkozni, még 1 év van a végzésig. A barátom pedig fogtechnikát tanul.